Teljesen megtelt fiatal és idősebb versenyzőkkel az iskola tornaterme. Érkeztek iskolai és intézményi csapatok Újfehértóról és Kislétáról is. A fogyatékkal élők számára rendkívül fontos a játék és a versenyhelyzet feltételeinek megteremtése. Kipróbálhatták magukat kosárradobásban, helyből távolugrásban és az akadálypályán is. A sporttalálkozót évente többször megrendezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége és az Éfóész megyei egyesülete. A mostani alkalom azonban a versenyszámok szempontjából is különleges volt. Azért rendhagyó, mert a mai rendezvényünkön olyan sportággal fognak megismerkedni a fiatalok és a felnőttek, amit nem igazán láttak még, ilyen a csörgőlabda és a vakfoci. Hagyományos pedig abban az értelemben, hogy egyéni versenyszámok azok maradtak, hiszen az ő sérülés specifikusságukhoz igazodva, ők nagyon szeretik, és már ezt tulajdonképpen az otthonokban tudják gyakorolni. Ez a kosáradobás, a babzsákdobás és a helyből távolugrás. És a mai versenyünkön, meglepetésként, már az elején lesz egy sor váltó verseny. A sport fontos és kiemelt helyet foglal el a fogyatékkal élők életében, sportolásukat pedig a Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége is támogatja és segíti. A szervezeti háttér többé-kevésbé fölépült. Van ugye a Magyar Paralimpiai Bizottság, mint köztesület, amelyik ernyőszervezetként koordinálja a fogyatékosok sportját. Megvannak a maguk sportos, sportági szakszövetsége a fogyatékos sporton belül is, tehát a speciális olimpia az értelmi fogyatékosoknál, akkor megvan a szervátülteteknél, ami egy picit hiányzik, az pontosan a mozgássérültek és a látássérültek országos sportszövetsége, ami megszűnt, és azt gondolom, hogy már fölépülni se fog, hiszen olyan nagy a sportági integráció és az épek sportjából nagy az érdeklődés a fogyatékosok sportja felé, hogy valószínűleg egy nagyon egészséges integráció fog megtörténni a sport területén. A versenyszámokban értelmileg sérült, illetve látás, hallás és mozgássérültek, Down-szindrómás fiatalok és felnőttek mérték össze ügyességüket. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a fiatalok saját közösségükben is meg tudják mutatni, hogy mire képesek a sport területén. Örülünk annak, hogy 10 intézménynek a diákjai itt vannak, mert azt hiszem, hogy az ő sportolási lehetőségeiknek a biztosítása az egy kiemelt feladat, nem csak a megye, hanem az ország sport életében is. És mi, mint megyei diáksport szervezet, vagy akár mint megyei önkormányzat törekszünk arra, hogy ne különböztessük meg az egészséges és fogyatékos sportolókat, például a díjkiosztó gálánkon is együtt szoktuk őket elismerni, de azt hiszem, hogy szükség van arra is, hogy ők a saját közegükben meg tudják mutatni egymásnak is azokat a sportágakat, amelyekben jól tudnak teljesíteni, és itt is tudjanak sikereket elérni, mert ebből a közösségből nőnek ők ki, ebben a közösségben érzik otthon magukat, és nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt a közösséget, ezt a kovászt, ezt tudjuk támogatni, és biztosítsuk annak a lehetőségét, hogy minél több sportágat megismerhessenek. Az első 3 egyéni helyezettet éremmel jutalmazták, a legjobb csapat serleget vehetett át, a legsportszerűbb csapat pedig kisebb ajándékban részesült.